Szevasztok, gyerekek! Ha ki akartok lépni a komfortzónátokból, akkor bátorság kell hozzá, és le kell győznötök a félelmeteket. Erről szól az Unika projektje, a Lépj ki a komfortzónádból. Dukai Regina retteg a magasságtól, de tényleg retteg a magasságtól, úgyhogy ő bizony ma kilép a komfortzónájából. Mi az, hogy kilép? Ugrik! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát szia, hello, örülök, hogy itt vagy. Hát tudom, hogy rettegsz a magasságtól, ugye? Vagy mitől félsz te valójában? Igazság szerint már attól, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból, ez nem csak a magasság, hanem minden más, ami a megszokottól távol áll, vagy egy picit is messze van, úgyhogy... Csak semmi olyan nem is tudsz csinálni, ami a magasban van, tehát ugye nem semmi sem az extrém dolgokat. Fura, tudod, ez a fura, hogy felhúzattam magam hajó után, tehát ejtőernyővel így mentünk, de valahogy az egy ilyen biztonságérzetet ad, hogy ott van az ejtőernyő, ülsz valamiben, tudsz kapaszkodni. De neki támaszkodni egy korlátnak, és érezni azt, hogy kidőlhetsz, az meg már egy másik dolog. A bungee jumping az... Nem. Soha. Na jó, így bungee jumpingozni nem kell, viszont más dolgok fognak történni, ugye? Mi Gábor? Bemutatkozom. Főzni fogunk? Nem, főzni nem. Szia, Dukai Regina. Szia, Pirog Gábor vagyok, én vagyok a kaskadó szakértő. Én segítek abban, hogy legyőzd a félelmedet. Hogy fog neki látni? Tehát mi lesz az első? Hát ezt is bemelegítünk egy igen? Kicsit. Igen? Na vágjunk be. Téteszed a kezed, széteszed a lábad, tartod a nyakadat. Abban a pillanatban, mielőtt beleesnél, akkor úgy hívják, hogy tompítasz. Uh-huh. Jó? Gyere, próbáljuk meg. Bátran ugorjál. 3, 2, 1. Tessék! Nagyon jó, ez a gyakor, még egyszer. Emeld föl. Egy picivel vagy magasabban, nem sokkal, de lesz egy picivel több időt gondolkodni. Sét. Bátran. Egész jó. Jó lesz. Jövünk ide fel. Miért még leugrasz csak? Tompítasz, jó? Itt van mentős. Csak leugrott. Nincs baj, nem. Biztos a mézé, semmi, nem para, csak semmi. Csak... Ugye milyen magas? Ugye mondtam, hogy igazából másfél méter, innen nem tűnik annak, de amikor már fenn vagy ott, már onnan ilyen kicsit így ilyen fura érzésed van. Föl a lábad. Azaz! Ez az! Úristen, onnan? Figyelj, készen van? 3, 2, 1. Bum! Nyomás, hoppá! Bum! Nagyon jó, ez az! Jó! Fel a láb! Bum! Nagyon jó! Nagyon jó! Egyébként sokkal bátrabb, mint gondoltam, tényleg. Tehát ez már 2,5 méter, és simán leugrik. Tök ügyes, kilépett a komfortzónájából. Bravo! Jó, figyelj! Nagyon jó lesz! Na gyerünk, szurkolunk! Rendben vagy, figyelj! 3, 2, 1, tessék! Nyomás! Bravo! Na, szép volt, jó volt. Még 2 tudjuk jönni. Tessék! Gyerünk! Nyomás! Középre, Regina, magad vagy! Engedd el a kezét! Bátran! Gyerünk! Jó lesz! Gyerünk! Igen, meg lesz!
tök jó lesz! Gyerünk! Én! Bum! Igen! Na milyen érzés volt? Igen. Na milyen érzés volt? Nagyon jó volt. Csak nagyon király volt. Fél, nagyon fél. Nagyon féltem meg az, hogy szédültem nagyon, és azt éreztem, hogy elengedi a kezemet, akkor úgy esek. Hát így a nulláról, így ide. Ez tényleg nem komoly. Leküzdöttél egy picit egyébként ezt a félelmet? Mert az, hogy kiépél a komfortzónából, azt teljesen alap. Hát másképp fogok nézni, meg hogyha esek, akkor tudom, hogy hogy kell esni. Nagyon-nagyon jó volt. Gratulálok neked, köszi, hogy itt voltál. Ha ti pedig akartok nyerni egy nagyon menő amerikai kalandtúrát, akkor mindenféleképpen töltsétek föl ti is a videótokat a komfortzona.ulika.hu oldalra, és ezen az oldalon találtok még hasonló sztáros videókat, akik szintén kiléptek a komfortzónájukból. Jó, úgyhogy böngészetek, köszi, hogy néztetek bennünket. És még egy nagy pacsi, tényleg annyira ügyes voltál.